Áldás békességet! Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Isten igéjét olvasom Sámuel első könyvéből a 18. rész 14., 15. és 16. verséből. Dávid minden útján sikerrel járt, mert vele volt az Úr. Amikor látta Saul, hogy milyen nagy sikereket él el, rettegni kezdett tőle. De egész Izrael és Júda szerette Dávidot, mert ő vonult az élükön ki és be. Tegnap arról hallottunk, hogy milyen nagy kincs a barátság Dávid és Jonatán barátsága kapcsán, de nem csak földi értelemben lehetnek barátaink, hanem Jézus Krisztus is a mi barátunk szeretne lenni. Ő fel is öltöztet bennünket. Fehér ruhát kínál, hogy felöltözz és ne lássék szégyenletes mezítelenséget, olvashatjuk a Jelenések könyvében. Krisztus olyan ruhába öltöztet, ami a mennyben is megállja a helyét. Többet tesz még Jonatánnál is. Nem csak a ruháját adja nekünk, hanem magára veszi rongyainkat, azaz a bűn ruháját. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Jézus felöltöztet, és Jonatánhoz hasonlóan fel is fegyverez. Hív, hogy öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Fegyver tárából odaadja az igazság övét, az igazságosság melvasát, a hit pajzsát és a lélek kardját, amely Isten igéje. Jonatán védelmezte Dávidot, ám Jézus védelme ennél is hatalmasabb. Megígéri, hogy én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Igaz barátra vágyunk. Van egy igaz barátunk, és mert ez így van, választhatunk, hogy a tekintetünket Saulunkra vagy Jonatánunkra emeljük-e. Saul gyilkos tervén vagy Krisztus jóságán elmélkedünk-e. Ha Krisztus mellett döntünk, aki már döntött mellettünk, akkor ő lesz minden mindenekben. Nem könnyű levenni a tekintetemet arról, aki rosszat akar, és akinek hátba támadásától rettegek. Ha azonban találkoztam Jonatánnal, ha hallottam Krisztusról, védelméről, gondoskodásáról és hívó szaváról, elfogadhatom örökké hű barátomnak, és bízhatok benne, hogy emberileg is ad mellém társakat, barátokat, védelmezőket. A gonoszság emlékei még mindig eszünkbe juthatnak, de már nem uralkodnak felettünk. Nem maradunk magunkra, nem vagyunk többé kiszolgáltatva a támadásoknak. Nem a bosszút keressük, bár néha kifejezetten jó lesne, hanem Krisztust. Nem az elszenvedett sérelmen rágódunk, hanem Krisztus irgalmához menekülünk. Tudatában lehetünk az élő Jézus jelenlétének, őt dicsérhetjük, és ez gyógyulást hoz lelkünknek. Ha azonban beleragadunk az önsajnálatba, és szüntelen a minket ért bántásokon jár az eszünk, akkor egyre jobban elsüllyedünk a csüggedés mocsarában. Ettől azonban nem fogjuk magunkat jobban érezni, sőt, egyre rosszabbul. Krisztus jó illata helyett a sérelem izzadság szagát fogjuk árasztani környezetünkre. Van azonban más választási lehetőségünk. Ragaszkodjunk Jonatánunkhoz. Kevesebbet sírjunk Saul miatt, inkább imádjuk Krisztust. Dáviddal együtt hirdessük. Él az Úr, áldott az én kősziklám. Bosszút áll értem az Isten, és népeket rendel alám. Megmentesz ellenségeimtől, megszabadítasz az erőszakoskodóktól. Ezért magasztallak, Uram, a népek között, Zsoltárt éneklek nevednek. Járjuk be naponta szabadon Isten jóságának tárházát. Jegyezzük fel jó tetteit. A nap lementétől az üdvösségig mindet. Vegyük szemügyre, mi mindenünk van. Saulunk sokat elvett tőlünk, de Krisztus sokkal többet adott. Hadd legyen Jézus a barátunk, akire szükségünk van. Beszélgessünk vele rendszeresen. Mondjunk el neki mindent részletesen, mondjuk el neki a félelmeinket. Beszéljünk arról, amitől rettegünk. El fog tűnni Saulunk? Ki tudja. Bizonyos értelemben számít ez egyáltalán, hiszen életre szóló barátot találtunk. Történhet velünk ennél jobb dolog? Jézus, a mi barátunk. Amen.